Sokat beszélünk a jövőről, és nem véletlenül, mert a jövő nagyon fontos. Sajnálom azokat a perceket, amikor a múltról beszélünk, fekengünk azon, hogy mi volt, inkább vegyük ki azokat az értékeket, amely felépíti a jelenünket, és visz tovább a jövőbe. Bemutatok most egy olyan folyamatot, amit Vision projektnek hívok, amelyben a jövővel foglalkozunk, nem is akárhogyan, hanem úgy, hogy a változást kell megélni különböző módon. Beszélünk így a változásról, beszélünk a jövőről, az elképzelésről, a fantáziáról, de főleg arról, hogy a változásokat hogyan éled meg, és melyik, milyen, mikor jön, és melyik a helyes ahhoz, hogy a jövőd a lehető legjobb legyen. A mai nap egy különleges rendezvény napja egy Ember Vision projektjének, a befejező stádiuma. Építkezünk, és ez az építkezés nem könnyű, még minden kialakulatlan, és a jövő állapota még nem állt be. Az, amit nagyon szeretnék, az, amikor a rendezettség van, és az álmainkat látjuk a jövőnkbe, tehát az jelenben megvalósul az, amit a jövőben nagyon szeretnénk látni. A Vision projekt arról szól, hogy megjelenik minden előtted most, átérsz mindent most úgy, ahogy majd a jövőben valóságban a mindennapjaidat fogod megélni. Ezt a projektet építjük, és ehhez van most egy rendezvény, egy nagyon erős rendezvény, ahova este nagyon sok embert várunk, erre készülünk egészen. Beszéljünk egy kicsit a változásról egy nyugodtabb helyszínen, addig, amíg bent készülődnek. A változásról arról, hogy az mennyire nehéz megélni. Vannak persze a változásnak olyan pillanatai, amikor nem annyira szörnyű az egész, sőt, kimondottan élvezetes a változás, minden pillanatát élvezed, mert mindig történik veled valami, mindig valami a környezetedből aktivizál téged, ráadásul pont olyan irányba, amit te nagyon szeretnél, tehát gyakorlatilag kielégítő az a környezet, amelyben vagy, és ebben ér téged a változás. Ilyen az, amikor egy kedvenc sportodhoz végre hozzájutsz, és professzionálisan dolgozhatsz benne egészen addig, ameddig neked ez a változás komfortos, te jól fogod érezni magadat. Ilyen például egy környezetváltozás, és a környezetváltozásban téged várnak, igazából ott a helyed beleillesz, te vagy a hiányzó pezül, abban a környezetben, ahol te megjelensz, és ekkor olyan impulzusok érnek folyton, ami neked jól eső és aktivizál téged. Szóval ez az aktív állapot, ez bizony nagyon meg tudja változtatni az életed, főleg, hogyha állandóan jön ez az aktív pont, és mindig tudsz valamit tenni, és mindig tovább tudsz haladni. Abban a pillanatban, amikor túlterhel téged ez a sok impulzus, rögtön elkezdett szenvedni a változás, és ezt nem annyira szeretnéd. Természetesen az ember felfogja azt, hogy bizonyos munkafolyamatokban van olyan, amikor elfáradunk, és akkor meg kell erőltessük magunkat, és akkor így fogunk dolgozni, és így fogjuk elérni az eredményeket. De egyébként maga az egész folyamat az élvezetes, kedvedre való, fáradtan lefekszel este, de nagy kedvel kelsz föl reggel. A változást úgy is megélheted természetesen, hogy minden egyes impulzus kellemetlen számodra. Ez egy ilyen erőszakos, amikor katasztrófa történik veled, és bármi, ami történik, az tőled elvesz. Ezek sokkal erősebb változások, sokkal inkább kényszerülsz arra, hogy másképp gondolkodjál, másképp érezz, másképp cselekedjél, de a végén általában az ember kijön ebből győztesen, akkor is, ha sebekkel teli, de győztesen. Melyik állapot a jó? Persze van a kettő között is, hogy ilyen is, olyan is van, de azért az emberek, ha arra gondolnak, hogy változni kéne, azt szeretnék, hogy minden egyes része jó legyen, kerüljek egy olyan környezetbe, amit szeretnék, ahol nyaralni lehet, és akkor én majd ott megváltozok. A másik esetben meg nem szeretném megcsinálni az életemben a különböző feladataimat, és az élet egyszerűen rákényszerít, elveszi tőlem azt, ami akadályoz abban, hogy csináljam azt, ami a dolgom, és ezek a változások kellemetlenek, ezeket nem kívánjuk. Sajnos az igazi nagy változást akkor tapasztaljuk az emberen, amikor a rossz történik vele. Nagyot lehet változni persze akkor is, amikor a pozitív dolgok jönnek előtérbe, de maga a személyisége, a gondolkozása az embereknek általában nem változik, és hogyha jó elmúlik, akkor visszazuhanunk ugyanoda, ahol voltunk. Akkor, amikor katasztrófán keresztül változunk,
Akkor viszont, ha elmúlik a katasztrófa, mi már egy megváltozott emberként fogunk gondolkozni, egy olyan emlék van a fejünkben, amely erőt fog adni mindig, hogy mi ezen túl tudtunk menni ezeket, meg tudtuk oldani ezeket a problémákat, és már másképp gondolkozom. Tehát lehet vitatkozni, hogy melyik a jó, keressük meg inkább azt a formáját a változásnak, amelyik optimális, nem ejt sebeket, és hogyha elmúlnak az impulzusok, mi egy másik gondolkozásban, jobb életben találjuk magunkat. Ez a Vision projekt. Sokat beszéltem már arról, hogy a memorizálás, az elképzelés és a fantáziálás között hatalmas különbségek vannak, ezt most nem fejtem ki, az a lényeg, hogy a Vision projekt egy alkotói folyamat, tehát tulajdonképpen a fantáziára épül, mert a fantázia az, ami alkotói folyamatban születik meg. Az elképzelés az fix, a fantázia folyamatosan él és változik. Tehát a Vision projektbe behelyezünk valamilyen vágyunkat, hogy mit szeretnénk csinálni, és ebben a vágyban fogalmazzuk meg nem konkrétan azt, hogy milyenek leszünk a jövőben. Tehát körüllőjük a célt olyan élményekkel, minthogyha valóságban abban élnék. Ez nem egyfajta saját magunk átverése, hanem egyszerűen megéljük azt, amit szeretnénk, igazából kivesszük azt a lényeget, ami igazából a célunk a jövőben, tehát az a célunk például, hogy gazdagok legyünk, akkor másképpen gondolkozunk, és másképpen gondolkozunk, vélekedünk a környezetünkről, és ezt a pontot kell megfogni. A célunknak megfelelő életszituációt kell felidézni, és azt kell átélve elmondanunk. Nem verjük át a saját elképzelésünket, nem csapjuk be magunkat, hogy mi gazdagok vagyunk már, hanem csak a lényeget szedjük ki, hogyha gazdagok vagyunk, egyébként majd így fogunk gondolkodni, és megelőlegezzük ezt az életet saját magunknak. Tehát nem elkölteni kell a pénzt, mert gazdag vagy, és így mutatod ki a gazdagságodat, hanem másképp reagálsz a környezetre, nyugodtabban azt, amit elvársz a gazdagságtól, ahogy lenyugszol majd akkor, amikor mindenre lesz erőd, ugyanezt kell megteremtsd, és ebben kell viselkedjél, és így kell viselkedjél. Ezért létrehozunk egy olyan körülményt, amely mindenben stimmel, egyben nem, hogy te még nem vagy abban a jövőben. De ha te ezt megéled, és ez te vagy, akkor előbb-utóbb az a jövő számodra megvalósul. Hogy így van vagy nincs így, végig kell kísérni egy ember életét, ahol ezt a projektet elindítjuk, és amikor készen van, meglátjátok, hogy így van. Szóval most készülünk egy rendezvényre, egy rendezvény, ami a fantáziáról szól, a vendégek is a színpadon azt fogják látni, hogy hogyan nézhetnek ki majd a jövőben, mert egy divat bemutatóról van szó. A modellek feladata nagyon érdekes, mert két dolgot fognak bemutatni. Az egyik, egy megvalósult álmot, tehát például a tervező megálmodott valamit, és ez most elkészült, és ezt ők mutatják be. A másik megmutatja a közönségnek a saját álmát, tehát hogy hogyan jelenhet meg a jövőben a társadalom. Az a folyamat, ami ma lezárul, azt nagyon régen elkezdtük, néhány hónapja, beszélgetésekkel, információszerzéssel, aztán rengeteg munkával, szervezéssel, hogy mégis milyen irányban, milyen fantáziát tudjunk elindítani, és mi lesz ebből. A végeredmény persze nem tudjuk, a végeredményben mindig vannak kérdőjelek, és ettől izgalmas a dolog, és ettől lesz életszerű. A kérdőjeleket viszont egyre jobban kiixeljük, például azzal, hogy eljött most már az a pillanat, hogy abból a káoszból, ami most a rendezvényteremben van, vagy most a fejekben van, csináljunk valami olyan rendet, amely mindenki számára egy előrevívő, élvezetes, erős impulzus lesz. Tehát a Vision projekt erős impulzusokkal jár, élvezetes úton tud haladni, viszont a fáradtság az megjelenik, mert a maximális erőt kívánja mindenkitől, és a maximális erőbefektetést fogjuk beleadni abba, hogy a lehető legjobb jövőt lehessen összehozni. Ez az a fázis, amikor már nagyon sokan akár szenvednek attól, hogy mi történik, a változás hogyan zajlik le, mert most már minden káoszban van, pedig egyre több minden készen van, de nincsenek levarva a szálak. Ez a legfontosabb dolog, hogy kibírd, itt adják föl a legtöbben, pedig ez mindennél fontosabb, hogy itt teljesen észnél legyél és csináld azt, amit kell csinálni. Nincs igazi változás káosz nélkül, egy fejlődési folyamatban
7 ponton mész át káoszon, különböző erősségekben. Az utolsó pont a szabadság pontja, tehát itt tulajdonképpen már elveszted a szálat, itt már nem fogsz senkit, nem vagy egy erős vezető, nem is szabad erős vezető lenni, hanem itt el kell engedni mindent, minden magától kell, hogy megtörténjen. Ezt a pontot kell felépítsd az első 7 kaotikus pontnál, tehát a teljes folyamatban. A végén vagyunk már, ez az utolsó pont, az utolsó rész, a végén mindenki saját maga önállóan fogja elvégezni a saját dolgát. Ebből lesz egy teljes rendszer, amiből lesz egy változás, amiből lesz a te jövőd, mert ez egy élmény lesz mindenki számára, neked és a környezeted számára is. Na most vagyunk annál a pontnál, amikor már nagyon elfáradt egy csomó ember, most jön a kiborulási, veszekedési rész. Na, kijöttem egy kicsit a zajból. Nem az a lényeg tehát, hogy elfáradjunk és veszekedjünk, hanem az a lényeg, hogy az összes energiát berakjuk oda, ahova való. Ne maradjon semmi, mert a legtöbbre van szükség. A minimax törvény nem azt jelenti, hogy minimális energia, maximális eredmény, hanem az, hogy minimális energia, maximális eredmény, tehát sokkal többször és többféleképpen be tudjuk rakni azt a minimális energiát, de a teljeset be kell rakni. Ebből lesz az igazi változás és az igazi fejlődés. Ez bizony eljuttatja az embert odáig, hogy teljesen kiborulhat. Itt meg kell fogni magunkat, és itt észnél kell lenni, itt jön az intelligencia szerepe, itt jön a gondolkodás szerepe, hogy vezérelje ezt az egész folyamatot, és értsük meg, hogy hova haladunk, és mit kell csinálnunk. Akkor nem lesz veszekedés, nem lesz kiborulás, fáradtság viszont lesz. Tehát a változás jár szenvedéssel? Igen, jár szenvedéssel, de épülő szenvedéssel jár, tehát nem fogunk szenvedni, mert ha megértjük, hogy mi a dolgunk, akkor élvezni fogjuk ezt a folyamatot, tudnunk kell, hogy mikor kell 2 perc szünetet csinálni. Na, nem sokára rátérünk arra, mert nem sokára befejezzük ezt az egészet, és rátérünk arra, hogy mit csinálj otthon te ahhoz, hogy gyakorold a változást, gyakorold azt, hogy hogyan tudjál az egyik életszituációból bekerülni egy másikba, és az maradandó legyen, tehát a jövőbe egy kicsit beálmodni magadat, és azért tegyél, hogy az úgy is legyen, és az történjen, amit szeretnél, tehát az álmaid valóra váltódjanak. Egyszer csak eljön a pillanat, amikor már semmi dolgod nincs, mint hogy hagyni az eseményeket, hogy megtörténjenek. Megtörténjenek veled és körülötted. Mindent előkészítettél, hogyha jól dolgoztál, és ha ez minden jó, akkor most pont a csúcspontra fog érni minden. A környezeted úgy fog visszareagálni rád, ahogy az természetes, hogy te ebben a világban természetesen élsz. Ez a te visionöd, ez az a élmény, ami a környezeted számára és számodra is megadja azt, hogy ez a tied, tehát innentől kezdve rendelkezel vele, az életben előbb-utóbb oda fogsz jutni, oda juthatsz, ha jól figyelsz, hogy ez megtörténjen veled, most már van képesség, hiszen már megtörtént. Mit csinálj ahhoz, hogy minden nap tudjál tenni a jövődért? A legjobb talán az, amikor kicsiben elkezded csinálni azt, amit majd nagyban akarsz csinálni. Tegyük föl, mondjuk, szeretnél valamilyen szakmát elsajátítani, és abban sikeres lenni. Akkor kezdjél el tanulni, és kezdjél kis leckéket adni magadnak, és ezeket a kis leckéket megfelelő állandó impulzusonként adagold magadnak, végezd el a saját örömödre, keresd a feladatokat, keresd azt, hogy mi az, amiben tudsz fejlődni, és így fog összerakodni számodra valamilyen szintig az, hogy te képes leszel csinálni azt, amit régen megterveztél. Ez természetesen nem újdonság, ez egy banális dolog, mégsem ezt teszik az emberek, hanem mégiscsak várnak arra, hogy megtörténjen velük valamit. De nem várni kell, hanem cselekedni. Tehát nagyon fontos, az egyetlen és igazán jó tanács az az, hogy pici feladatokban minden nap csinálj olyat, amilyen szeretnél lenni, de ne, ha gazdag vagy, ne pénzt költs, hanem ha gazdag vagy, pénzt adományoz. Ez természetesen meg kell legyen az, hogy valamit oda tudjál adni. Nem kell nagy pénzt adni, szerezzél 100 forintot, 50 forintot adjál oda valakinek, és emellett kereshetsz 500 ezer forintot, amit magadra költesz, de kicsiben kezd el. Ha nem kezded el sehol, és arra vágysz, hogy majd akkor, amikor, akkor nem leszel sosem az, aki szeretnél lenni. Tehát úgy kell viselkedjél kis, apró részletekben, ahogy majd elvárod teljes egészében magadtól. Szóval foglaljuk össze a változást. A vision egy olyan élet, amelyben megéled a jövőt, de annak az élményszerűségeit teszed előtérbe, és nem a konkrétumait.
A változás elvezett téged ahhoz, hogy a víziód megtörténjen, tehát valóság legyen. És ezt a változást meg kell éld. Normális esetben természetes az, hogy ez a változás nehéz, akár fájdalmakkal jár, és az is természetes, hogy sok örömmel jár ez a változás. Az igazi nagy változásokat mélyen éli meg az ember, minél mélyebben megéled, annál erősebben át fog változtatni téged olyanná, amit szeretnél, amilyennél szeretnél lenni. Tehát nagyot kell éljél, de kicsiben kezd el, és fokozatosan emeld az adagot, fokozatosan változz át. Ha a fejeddel kontrollálod a nehézségeket, a fáradtságokat, akkor ez az út élvezetes lesz, akkor ezt te is szeretni fogod, tehát hajrá előre, kezd kicsibe, végezz nagyban.